Akkor is, ha baj. Üdvözlök mindenkit ezen a szép kedvestén. Azért gyűltünk ma egyre, hogy azért a csodálatos szakmai esti mesékhelyű is összejövetelt. Három izgalmasabbnál izgalmasabb előadót lesz ma. Köztük az első Képes Gábor, aki a magyar informatika történelmére fog egy rövidebb összefoglalót és bemutatást előadni, úgyhogy nem is hiszem tovább a szót. Üdvözöljük Képes Gábort és hallgassuk az előadását. Köszönöm szépen! Nem maradszatok, hogy egyben maradok? Köszönöm. No, hát az a helyzet, hogy én a múltnak egy ilyen sötét és kicsi gonosz árnyalapjaként egyfajta Palpatine szenátorként ültem, és azok a bajos árnyak, amikről szó lesz, azok a legendáink, és most itt átváltok komolyra, akiknek köszönhetjük azt, hogy most informatikai korban, informatika van, számítástechnika van Magyarországon. Igyekszem lenne a vendéglátóipari egységnek a sajátos pezsgését tovább kiabálni, és hát az előadásomnak a fő témája az a magyar informatika mérföldkövei és forrásai lesznek. A forrásokat keresünk, hát nem tudom, ti hogy vagytok vele, mert azt mondják, hogy a Facebook már, mint közösségi média leszállásban van, én még azért eléggé feszkek benne, és ahogy nézem, ott van olyan, hogy retro számítógépes játékklub, meg van olyan, hogy retro konzolklub, meg van olyan, hogy retro pages, technika történet, és a többi, ha összeadogatom ezeket a Facebook csoportokat, akkor egy 10 000 nagyságrendű kör van, aki számítógépeket gyűjt. Nem akarok neveket mondani, de magángyűjtőket ismerek, akik havi 100 000 nagyságrendű tételeket ölnek bele abba, hogy számítógépeket vásárolnak, és valahol nyilván kifizetődik nekik, mert utána eladják egy részét. Tehát a veterán autóhoz hasonló ilyen klubmozgalom van körülben a számítógép körül. De hát vannak ennél intézményesültebb gyűjteményei is az informatika történetének. Hát, hogy egy picit haza beszéljek, van egy olyan civil szervezet, hogy Neumann János Számítógép Tudományi Társaság, mivel marha bonyolulta hangzik a nevünk, ezért újabban csak úgy szoktuk rövidíteni, hogy Neumann Társaság, ez 51 éve létezik, én a főmunkatársa vagyok. NIST.hu néven találhattok rá. Ennek van egy külön szakmai közössége, az a neve, hogy Informatika Történeti Fórum. Ez is egy fontos forrás, itf.nist.hu, egy elképesztően gazdag adatbázist gondoz. Tehát termékekre, feltalálókra, rendezvényekre, videoportrékra keresve egy hatalmas informatika történeti adattár, úgyhogy ajánlom figyelmetekbe, és amit még ajánlok figyelmetekbe, mint forrás, az az ajövőmúltja.hu, ez egy állandó kiállítási oldal, a Neumann Társaságnak van egy, hát olyan cirka 1000 négyzetméteres múzeuma, és annak a kiállításairól, kiállítási tárgyairól lehet tájékozódni. Tehát akkor nézzük meg, hogyha érdekel benneteket az informatika története, és miért ne érdekelne, akkor hol tudjátok ezeket a régi kütyüket megnézni. Budapesten az Óbudai Egyetemen van egy Kutor László nevű tanár, azt hiszem, hogy már nyugdíjba ment, címzetes egyetemi tanár, de van egy elképesztő gyűjteménye az Óbudai Egyetem Neumann karának folyosóján. Ez egy ingyenesen látogatható kiállítás, az a neve, hogy IT Evolúció. Ennél is nagyobb kiállítás van Szegeden, a Szent Györgyi Albert Agórában az a neve, hogy NIST-ITK, mint a Neumann Társaság Informatika Történeti Kiállítása, másképpen jövő múltja. Tehát ez egy szépen berendezett, nagy, állandó kiállítás, amit egyébként Neumann János lánya nyitott meg, és ehhez időszaki kiállításokat is társítunk. Ennek van egy raktárbázisa, az körülbelül a gyűjtemény kétharmadát tartalmazza, egy szovjet laktanyai épületben Szegeden. Ha láttátok a Stalker című filmet, tehát körülbelül úgy kell azt a környéket elképzelni, tehát egy romos épület jelenleg, de ott van az ELI projekt, a lézer projekt, tehát reméljük, hogy az lesz egy későbbi nagy informatikai múzeum alapja. És ezen kívül Budapesten van a műszaki tanulmánytár, ez a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum raktárbázis, vagy látogatható raktár szintén rendkívül gyűjteménnyel.
No, tehát Szegeden figyelmetekbe ajánlom ezt a jövő múltját, ami gyakorlatilag az Abacustól az okostelefonig mutatja be a számítógépek történetét, tehát a fő része, a gerince a gyűjteménynek az a 20. század második felének a számítógépei, a keleti és a nyugati számítástechnika egyaránt. Viszont ha a mobiltelefonok érdekelnek benneteket, akkor most fog nyílni jövő csütörtökön a Piarista Múzeumban, a Váci utcában egy GSM című kiállításunk, generációk saját mobiljai, ami kimondottan a mobiltelefon történetét mutatja be. A másik oldal, amit figyelmetekbe ajánlok, ez az itf.nist.hu, ehhez Favas Miklós, a Neumann Társaság tiszteletbeli elnöke társított egy virtuális kiállítást, tehát van egy timeline, egy idővonal, ahol évről évre nézhető meg az informatika története, mindenféle audiovizuális és egyéb dokumentumot társítunk össze. Ha rámentek a jövőmúltja.hu-ra, ott van egy aranycsapatunk, ezek a magyar informatika legjelesebb figurái, és amikor informatika történet órát tartok az inkább, akkor is őket szoktam kiemelni, csak egy picit kevesebb hangzavar van a háttérben, mint itt. Ez némiképp az idegrendszeremnek jót tesz. Úgyhogy most ebben az alzásított előadásban is ezekből a nagy magyar informatikusokból válogatnék néhány figurát, ilyen highlights-szerűen. És hát nyilván számotokra is a legismertebb név az Neumann János, akihez a modern számítógép működési elveit társítjuk. És az én kedvenc mondásomat, ami úgy szól, hogy a fejlődés ellen nincs gyógymód. Nekem a Facebookon is ez a mottóm egyébként, és azt hiszem, hogy ez rengeteg teljesen meddő vitát megszüntetne, hogyha ez szerint az elv szerint élnénk. Ő alapvetően nem tartotta magát informatikusnak sajátos módon, de valóban azok a gondolatok, amiket megfogalmazott, azok beépültek a modern informatikába, kezdve ugye a tárolt program elvével, és hát jó pár számítástechnikai emlék megtalálható tőle, mondjuk az Egyesült Államokban, a Smithsonianban, az AIS nevű számítógép. Magyarországon Neumann Jánoshoz kapcsolódó számítógépet bemutatni nem tudunk, de a múzeumokban rengeteg eredeti dokumentum van tőle, például a Eisenhower elnök aláírásával. Ezeket a dokumentumokat a lányától hozta el Kovács Gőző, a Neumann Társaság főtitkára, amikor ezt a múzeumot rendeztük. Szintén egy nagy név Kozma László, neki az az érdekessége, hogy már Neumann János előtt számítógépet tervezett. Természetszerűleg ez nem Neumann elvű és nem elektronikus számítógép volt, hanem elektromechanikus számítógép, illetve több ilyet is tervezett Antwerpenben, Belgiumban, ahol a Bell nevű cégnél dolgozott, majd kalandvágyó ember volt, ennek megfelelően hazajött Magyarországra, és mind a náci rendszer, mind pedig a sztálinista rendszer leültette, hogy finoman fogalmazzak, tehát a lágereket épp úgy megjárta, mint mondjuk a Váci fegyházat, és hát ilyen előzmények után az 50-es évek végén építette meg az első Magyarországon épített elektromechanikus számítógépet, ami ott van a képen, és az a idős úr, egy bizonyos Frajka Béla nem olyan régen halt meg, a Kozma László közvetlen munkatársa volt, gyakorlatilag az egyik első ember Magyarországon, aki számítógépeket tanított egyetemistáknak a műegyetemen. Mellette ott középen az a randa kövér fickó, az pedig én vagyok. Nagyon büszke vagyok rá, hogy fogadtam a Frajka Bélát, akkor még a műszaki tanulmánytárban dolgoztam, és egy fiatal munkatársát, Németh Krisztiánt a műegyetemről rábeszéltem, hogy ezt rekonstruálni kellene, ezt a gépet, és azóta bejárnak a műszaki tanulmánytárba, és próbálják visszafejteni, hogy melyik relé, melyik jelfogó, milyen funkciót látott el, meg melyik szekrényben pontosan mi hogy működött, és hát reméljük, hogy ebből egyszer legalább valami emulátorféle ki fog jönni ennek a számítógépnek a kapcsán. A gépnek a különlegessége az volt, hogy a kijelzője az egy Mercedes Electra villanyírógép,
Úgyhogy az írta ki az eredményeket, elektromágnesek alulról húzkodták le a billentyűit, úgyhogy úgy nézett ki, amikor a számítógép működött, mint hogyha egy szellem írna a teremben, és egyébként derekosan csapkodtak a jelfogók, tehát egy ilyen kellemes zakatolása volt ennek a számítógépnek. Még egy érdekességet köszönhetünk Laci bácsinak, akiről egyébként tudnék egy fél órás előadást simán tartani. Remélem, hogy hideg élelmet, hálózsákot hoztatok magatokkal, és pedig a kalkulátor szolgálatot. Ő már a 30-as, 40-es évek végén, vagy 40-es évek fordulóján olyan számológépeket fejlesztett a Bellnél, amiket távoli munkaállomásról lehetett működtetni. Tehát a nagy szekrényméretű gép el volt helyezve egy szobában, és az volt a terve, hogy telefonvonalon keresztül telex billentyűzetek segítségével lehet a gépekhez hozzáférni. Sajnos ezekről a gépekről nem maradt meg semmi, mert ami esetleg megmaradhatott, azt megpróbálták Amerikába átvinni, és azt a német tenger alatt járók elsüllyesztették. De valamikor a 40-es évek végén magyar lapokban is publikálta az úgynevezett kalkulátor szolgálatot. Tehát ő már akkor úgy képzelte el az informatikát, hogy lesznek majd ilyen számolóközpontok, és az előfizetőknél meg kis billentyűzetek lesznek, és onnan lehet a nagy számítókapacitáshoz hozzáférni. Azt hiszem, hogy a jelen az őt igazolta. Szintén egy nagy magyar informatikus, Kalmár László, akinek a programozó matematikus képzést köszönhetjük, és a szegedi múzeumunkban őrizzük az ő 50-es évekből való logikai gépeit, épp úgy, mint azt a bicajt, amivel bejárt dolgozni, mert híres volt arról, hogy biciklivel járt a Szegedi Egyetemre. Emellett fönnmaradtak azok a nagy papírok, amikre a számítógép programoknak a folyamatábráit rajzolta, ugyanis nagyjából a 60-as évek közepéig nem tudott számítógépet szerezni a Szegedi Egyetemre. Később az M3 nevű budapesti elektroncsöves számítógépet, az első magyar elektronikus számítógépet megszerezte Szegedre, de amíg az meg nem jött, addig fejben programoztak. Tehát úgy nagyjából elképzelték, hogy hogyan futna az a program, és papírral lerajzolta ezeket az ábrákat, és így tanított számítás technikát. Az ő tanítványa volt Muszka Dani bácsi, aki nekem még jó ismerősöm volt, és büszke vagyok rá, hogy hát abban a múzeumban dolgozhatom, aminek ő az egyik alapítója Szegeden. Ő a Kalmár iskolában valami olyan kütyüt akar tervezni, amivel, hogy mondjam, a kibernetikát, a vezérlés technikát a laikusok számára is el lehet adni, és egy igazi média sztárt tervezett, az első magyar robotállatot, a Katica bogarat. Nem tudom, hogy melyikőtök hallott róla. Hát akinek van mondjuk robot porszívója otthon, az megemelheti a kalapját a Muszka Dani bácsi előtt, mert az ilyen jellegű robotoknak is egy előképe az ilyen állatmodell. Ez a pavlovi feltételes reflexeket valósította meg, tehát látott, követte a zseblámpa fényét, érzékelt, ha lenyomták valamelyik pöttyét, az fájdalomként érzékelte, és tanítható volt, meg lehetett tanítani arra, hogy egy chipszót kövessen. Manapság nagyon sokat beszélünk a robotikáról, hát a Muszka Dani bácsi amellett, hogy állatmodellekkel, közlekedés kibernetikával foglalkozott, készített emberszabású robotot is. Ez bekerült az Ezermester című akkori 60-as évek elejé lapnak a címlapjára, tehát ez egy címlapfiú a 60-as évekből, ez a szegedi robotember. Ez egyébként a Szegedi úttörőházban állt, valóban elkészült, és tulajdonképpen arra a célra szolgált, hogy egy fotocellával érzékelte, ha megjelenik előtte valaki, azt egy köszöntő szöveggel köszöntötte, sőt egy műszer asztalról különböző kérdéseket lehetett neki föltenni, amire válaszolt is, sőt még a kezében lévő táskarádiót is
meg tudta szólaltatni. Egyébként amikor kutatgattam egy Mi és a Robot című kiállításhoz, akkor azt találtam a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum adattárában, hogy a Corvin áruházban is volt robotember, tehát még csak nem is ez volt az egyetlen robotember a 60-as évek Magyarországán, sőt a Muszka Dani bácsi egy robot kisasszonyt is épített. Tehát úgy látszik, hogy a 60-as években is volt egy ilyen robotikai boom Magyarországon, persze ez még inkább az őskora a robotikának Magyarországon. Ami még meglepőbb talán, hogy már volt PC is a 60-as évek Magyarországán, itt nem a politikai korrektségre gondolok, hanem a személyi számítógépekre, és hogy még egyet csavarjak rajta, ezt az első PC-t a Kádár rendszerben a magyar államszocializmus idején egy piarista szerzetes készítette egy egyházi iskolában, őt úgy hívták, hogy Kovács Mihály, egyébként egy nagyon jó barátja volt egy bizonyos Öveges Józsefnek, aki a fizika tanításnak volt egy ilyen szuper média sztár tévétudósa a szó legjobb értelmében. Miska bácsi egy egyházi iskolában kitalálta, hogy ő megcsinálja Magyarország leghigh-tech-ebb fizika szertárát. Olyan dolgokat kezdett az 50-es évek Magyarországán tanítani, mint atomfizika. Azért ezt képzeljétek el egy akkori középiskolában, ez már önmagában eléggé durva. Körülbelül olyan, mint a magas időgépeket tanítana mondjuk, vagy nem is tudom, valamilyen elképesztően, szinte az elképzelhetetlenség határán modern dolgot. És elkezdett számítástechnikát tanítani, 59 tavaszán már vitte a diákjait a Magyarország egy szem számítógépéhez. Tehát az egész országban volt az egy szem M3-os, ami már elektronikus volt, ő már vitte oda a diákjait, de hát azt belátta, hogy a középiskolában ő nem fog tudni olyan számítógépet szerezni, aminek mondjuk egy órai munkája annyiba kerül, mint egy villamosmérnök havi fizetése. Tehát ez nem fog menni, úgyhogy elkezdett ilyen kiszuperált alkatrészekből, rádióroncsokból, ezermester boltokban beszerezhető alkatrészekből játékokat építeni. Tehát ha nagy gamerek vagytok, akkor gondoljatok arra, hogy az első gamer a reverendájában Kovács Mihály piarista szerzetes volt, készített malmozógépet, ez a 3x3-as amőbát játszotta. Készített kártyázógépet, ez a zsírozás nevű kártyajátékot játszotta. Mindig a diákjaival, tehát mindig volt egy ilyen 15-16-17 éves srác, arra bízta rá az adott projektet. Készített a labirintusból kitaláló műegeret, és egy Vojnárovics Ferenc nevű tanítványa megcsinálta a tücsköt, azért hívták így, hogy tücsök, mert ciripeltek benne a jelfogók, amiből később egy budai járási háziipari szövetkezet nevű, könnyen megjegyezhető nevű akkori cég legyártott egy Mikromat nevű kibernetikai építőkészletet, húzalokkal kellett programozgatni, a kijelzői zseblámpa izzók voltak, hát tulajdonképpen ez úgy volt PC, hogy egy akkori nagy teremméretű számítógépnek volt a picike modellje, ami meg lehetett nézni, hogy egy ilyen megfizethetetlen számítógép milyen részekből áll. Szintén a magyar számítógép egyik úttörőjének tekintem Kovács Győzőt. Ezen a képen neki támaszkodik egy ilyen ártudító jellegű kütyűnek. Látjátok, aminek ilyen üveg vagy plexi teteje van, az a Winchesterek őse Magyarországon. Úgy hívják, hogy mágnes dob memória, ilyen mosógép méretű, körülbelül 4 kilobájtot tárol. Ez volt a M3-os számítógépnek a mágnes dobja. Ő nagy mestere lett ennek a mágnes dob készítésnek, annyira, hogy az ő nevéhez kötjük az első magyar exportot, számítástechnikai exportot, ugyanis a akkor készülő egyik első román számítógéphez, a Mecsics egyhez eladta az egyik ilyen mágnes dobot, ott is ezt használták. Tehát ő az M3-as gépnek volt az egyik készítője, ez az íróasztal, aminél üldögél, ez elég nevezetes, mert ez később bekerült a Országos Műszaki Múzeumba, és onnan tudták, hogy az ő íróasztala, hogy amikor meglátta a fiókot, és a benne lévő ilyen alkatrészeket Feri gyűrű gyártásnál használt ilyen réselő tüskék, meg egyéb
alkatrészek, akkor fölismerte, hogy hát ez az én fiókom, és így sikerült beazonosítani. Ő remek könyveket is írt, például a számítógépek technikájáról. Itt látható a Számítás Technikai Koordinációs Intézet Siemens 4004-es számítóközpontja a 70-es évek elején, ez az ő könyvéből származik. Majd a 80-as években kiadott egy diákoknak is szóló lapot, az volt a neve, hogy Mikroszámítógép Magazin. Ez volt az első közérthető lap, számítástechnikai lap Magyarországon, olyan rovatokkal, mint például SAK számítógépek, ami akkor nagy divat volt, ezek a SAK automaták, de közölt játékprogramokat is úgy, hogy a basic nyelvű listát be kellett pötyögni az akkori otthoni számítógépekbe, és ha szerencséd volt és nem volt benne nyomdahiba, akkor egy fél óra munkával bepötyögött programlista az futott a gépeden, és lehetett játszani a játékkal. Ez a gép, aminél ez a csinos manöken üldögél, ez a Proper 16 nevű számítógép, ez volt az első magyar IBM kompatibilis PC. Annak a gyárnak, aki ezt gyártotta, úgy hívták, hogy Skill, ennek ő volt az alapító igazgatója, végpedig úgy, hogy volt egy nagy értekezlet a számítás technika nagyjai között, amit összehívtak, hogy mi lenne, ha megcsinálnák a magyar PC gyárat, és ő jelentkezett, hogy bocsánat, de ő szerinte nem kéne ilyet csinálni, mert egyszerűbb módon is be lehet szerezni ilyen számítógépeket, és akkor azt mondta az értekezlet vezetője, hogy Kovács Ernest ilyen jól tudja, hogy legyen maga a PC-gyár igazgatója. Ezt csak azért mondom el, mert nagyon vigyázzatok, hogy milyen szóltok hozzá értekezletek, mert egy pillanat alatt projektek vezetői lehettek. Ugyanebből a korból a kedvenc mondásom, egy bizonyos Sebestyén nevű kiváló tudományszervezőhöz fűződik, az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság vezetőjéhez, ez is a 70-es, 80-as évek Magyarországa, oda ment hozzá egy beosztottja azzal, hogy ne haragudjon igazgató elvtárs, de nagyon nem tetszik nekem, hogy megváltoztatta a véleményét. Tehát tegnap még más mondott egy témáról, mint ma. És erre Sebestyén elvtárs azt mondta, hadd legyek okosabb, mint a tegnapi önmagam. Nekem ez a kedvenc mondásom, tehát ezt szerintem használjátok, hadd legyek okosabb, mint a tegnapi önmagam, ez soha nem szégyen okosabbnak lenni, mint tegnap. No, Kovács Győző utána végül is büszke volt erre az általa gyártott, egyébként Faix Gábor által tervezett Proper számítógépre, ami olyan, mint a magyar narancs, hogy egy kicsit savanyobb, egy kicsit sárgább, de a miénk, tehát egy picit nagyobb lett, mint a IBM PC-ben, Boom for Deep, de egy különleges formaterv, és egyébként bravúrnak számított akkoriban a eredeti IBM PC-t visszafejteni és gyártani Magyarországon. Amiért pedig én még nagyon tisztelem Kovács Győzőt, az az, hogy gyakorlatilag mindenkit ismert. Ő volt az, aki miután visszavonult az informatikus szakmából, informatika történész lett. Ez egyébként politikusoknál szokott előfordulni, hogy visszavonul, akkor Posgai Imre, és akkor politológus lesz, vagy elkezdi megírni a memoárjait. A Kovács Győző is, amikor úgy hátrébb lépett az ilyen számítógép gyárigazgatás, meg ilyen feladatokból, részben kényszerből, mert egy szovjetuniói tartózkodása idején kapott egy súlyos szívbetegséget, és akkor mondták, hogy mostantól egy picit fogja vissza az ilyen munkákat, akkor elkezdett újságíróskodni, zseniális cikkeket írt, ugye ebből lett a Mikromagazin, és elkezdett kiállításokat rendezni, meg írni a számítógépek történetéről. Hát egy pár bácsit hadd mutassak, akivel itt beszélget. Bocsánat, ezzel mutogathatok? No, hát csak hogy lássátok, hogy nem volt kispályás az öreg. Ez az úr, akivel itt beszélget, egy bizonyos Heinz Zemanek, ő készítette Európa első tranzisztoros számítógépét, amit úgy nevezett el, hogy Mailüftel, azaz májusi szellő. Azért hívta így, mert az akkori legnagyobb amerikai csúcsgépet Whirlwindnek nevezték, forgószélnek. És ő azt mondta, hogy én megcsinálok egy májusi szellőt, ami elsöpör benneteket. Alatta ez a bácsi, akivel beszélget, egy bizonyos Konrad Zuse, ő a német számítástechnika atya, Neumann előtti elektromechanikus számítógépek zsenie. Középen ez az űrge, John Vincent Atanasoff. Ő volt az első ember a világon,
aki olyan számítógépet tervezett, igazi elektronikus számítógépet, amit kompjúternek neveznek. Tehát ezt neki köszönhetjük, ezt a kompjúter. Gyakorlatilag ő a kompjúter feltalálója. Ő előtte a kompjúter az egy foglalkozás név volt. A számológép kezelő matematikusokat, akik ilyen kurblival kezelték a számológépeket, őket hívták kompjúternek. Ez a fickó meg azt mondta, hogy én egy olyan gépet tervezek, ami nem csak egy-egy alapműveletet végez el, hanem programozható, a műveletek sorrendjét is tudja, tehát ettől kezdve a kompjúterre nincs szükség, mert itt a kompjúter helyette. Ez az úr pedig egy bizonyos Hermann Goldstein, ő Neumann Jánosnak volt a legjobb barátja és kollégája, az Aberdeeni vasútállomáson futott össze vele Neumann János, ő mondta el neki, hogy éppen egy számítógépen dolgoznak az ENIAC-on. Ekkor kapott kedvet a Neumann János ahhoz, hogy olyan gépeket, gépek tervezésébe vagy munkálataiba kapcsolódjon be, amiket például a atomfizikával kapcsolatos kutatásaihoz jól ki tud használni. 5 percen maradt, és megy el a hangom, mert nem szoktam hozzá az ilyen háttérzajhoz, úgyhogy már csak tényleg fölvillantok néhány nevet. Ez az úr Klacsmányi Árpád, ő a magyar számítógép ipar egyik megalapozója. Bármilyen hihetetlen, 1968-ban Magyarországon már gyártottak számítógépeket, nem is egyet, hanem kétfélét. Az egyiket ő csinálta, ezt úgy hívták, hogy EMG830. Ez egy teljesen magyar fejlesztésű és eléggé világszínvonalú számítógép volt, tranzisztoros felépítésű. És emellett a Klacsmányinak elég komoly funor érzéke is volt, bocsánat a vállalhatatlan szóvicér, ugyanis Hunor néven elkészítette Magyarország első tranzisztoros asztali számológépét, amiből egy egész számológép család nőtt ki. A 80-as évekig készítettek a elektronikus mérőkészülékek gyárában számológépeket. Szintén számítógépeket gyártott a 60-as évektől a 80-as évekig a Központi Fizikai Kutatóintézet. Ez itt az 1001 éjszaka meséje, mert ezt a gépet úgy hívták, hogy TPA 1001, tárolt programanalizátor, és ez egy amerikai számítógépnek, a Digital Equipment cég PDP gépének volt a klónja. A sztori ennél bonyolultabb, mert igazából két gép klónjából mixelték össze, az egyik kinézetét és a másik belső felépítését mixelték össze. Ebből egy egész számítógép család lett Magyarországon. Annyira népszerűek lettek ezek a gépek, hogy Magyarországon 1968-ban már egy számítástechnikai kiállítást is rendeztek Esztergomban, ez volt a Számítógép Technika 68, és a képen látható úttörők Tarján Rezső megalapította a Neumann Társaságot. Egyébként ő volt a Neumanni életmű legnagyobb terjesztője Magyarországon, amúgy ugyanúgy börtönviselt ember volt, mint a Kozma László, tehát pár év böri az úgy látszik, hogy a magyar informatika úttörőinél azért előfordult. Nem követett. Remélem ebben nem követettek a példájukat, de őket egyébként eléggé koholt módon ítélték el, tehát nem követtek el bűnt, csak egyszerűen börtönbe kerültek. Magyarországon a 70-es évektől ívelt fel a számítógépgyártás. Itt a mérföldkő az ez a Videoton nevű vállalat, aminek az volt a neve egyébként, hogy vadászföltényes gutacsgyár. Tehát ez egy katonai cég volt, elképesztő mennyiségű és minőségű, nem csak számítógépeket, de ilyen terminálokat is gyártottak, és hát elkezdtek szaporodni gombamódra a számítástechnikával is foglalkozó cégek, köszönhetően annak, hogy a keleti országokban egy egységes számítógép rendszer néven elkezdték a számítógépgyártást rendszeresíteni. Én néhány céget említenék meg, a STAKIT például, Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet. Az alapítója Vámos Tibor, aki hála Istennek még mindig él, 92 éves, kiváló szellemi egészségnek örvend, zseniális figura, és olyan gépeket terveztek náluk, mint az első magyar grafikus kijelző, a GB71, aminek még egy trackballja is van, egy anyategere, biliárdgolyóból készült egyébként.
szintén nagyon híres tervező volt Jánosi Marcell, budapesti rádiótechnikai gyárban dolgozott. Ő találta ki a mikrofloppit. Floppy már előtte is létezett, de egy ekkora floppy drive volt, és papírtokban egy nagyon sérülékeny floppy lemezt használtak hozzá. Ő volt az, aki kitalálta, hogy ezt rakjuk bele egy műanyag tokba, és őt klónozták le, ebből lett a 3,5-es floppy. Ki az közületek, aki még dolgozott 3,5-es floppyval? Még van egy pár ember. Amúgy ez a magyar rendőrség a mai napig 3,5-es floppin közvetíti a ilyen titkosított adatait. Nem tudjuk miért, de ez így van. Ismerősöm rendszergazda, ott is venniük kellett, ezért most floppy megvan. Bevált technika. Bevált technika. Ez Jánosi Marcellel indult a világon. Arra most nincs időnk, hogy elmondjam, hogy miért nem magyar bevétel lett belőle. Ezt ez a gyár ez nagyon elügyetlenkedte ezt a tervet, de az ötlet az övé, és egyébként tervezett ez körülbelül ekkora kocka cukor méretű Lego mikromotort, amit viszont millió sorozatban gyártottak. És akkor egy utolsó nevet még szeretnék elmondani, ő Simonyi Endre, itt látható a képen, ő tavaly halt meg, és hát ez egy nagyon szomorú dolog, de aki múzeológiával foglalkozik, az néha csinál ilyet. Én megtudtam, hogy ő haldoklik, és berohantam hozzá a kórházba, ahol a krónikus beosztályon, tehát tényleg az ilyen nagyon idős, nagyon beteg emberek között haldoklott, mert föl kell vele venni egy interjút. Ő tényleg egy elképesztő ember volt. Amerikában tagja volt a HCC klubnak, annak a Homebrew Computer klubnak, aminek egyébként Bill Gates is tagja volt, Steve Jobs is tagja volt, ahonnan a személyi számítástechnika kiáramlott, és ő már a 70-es években épített személyi számítógépet Magyarországon, igazi személyi számítógépet, aminek egy írógép volt a billentyűzete, és ez volt maga a gép. Ez tényleg egy magyar PC az őskorból, és utána egy klubmozgalmat alapított meg amerikai mintára, ez volt a Magyar HCC Klub. Ez tényleg egy hihetetlen tömegmozgalom volt Magyarországon. Ezt még elmondom ilyen szellemi útravalóként, rettegve bemegyek hozzá, hogy Istenem, egy haldokló emberrel fogok találkozni, ez egy borzasztó élmény lesz. Következőt látom, sok beteg ember között Simonyi Endre csillogó tekintettel ül az ágya szélén egy laptoppal. Kérdezem, mit csinálsz, Endre? Hát dolgozom. Ő igazságügyi számítástechnikai szakértő volt, és ő azt mondta, hogy azért, mert az ő élete a végéhez közeledik, az élet még nem áll meg. Tehát ő az utolsó pillanatig dolgozott. Megkérdeztem tőle, hogy minek köszönhető azt, hogy élete alkonyán is olyan, mint egy kamaszfiú, olyan lelkes és érdeklődő. Azt mondta, hogy 60 éven át jogázott. Tehát lehet, hogy ez a hosszú élettitka, és ha rámentek a YouTube-ra és beírjátok, hogy Simonyi Endre, hallgassátok meg, hogy a halála előtt pár héttel ő milyen elképesztően szellemesen és színesen beszélt arról, hogy ezt az új találmányt, hogy személyi számítógép, ezt hogy honosította meg Magyarországon. Számomra ez egy hatalmas élmény volt, és hát még búcsúzóul annyit szeretnék mondani, hogy ha eljöttök a múzeumokba, akkor az egyik nagy tanulság az, hogy a számítástechnika az egy ilyen liliputi folyamaton ment keresztül. Van olyan számítógépünk a 60-as évekből, a Razdan 27 szekrényből áll, és hát ehhez képest milyen tök jó, hogy van egy ilyen okostelefon, de azért érdemes azt is megnézni, hogy hogyan változnak a funkciók. Hogyan jelentek meg a 70-es években a programozható számológépek, hogyan jelent meg a 80-as évek elején két magyar embernek, Gyarmati Péternek és Pék Józsefnek is köszönhetően az első ilyen PDA jellegű zsebszámítógépek, és hogyan jelent meg a játék, amit én a számítógépes kultúra katalizátorának tartok. Ha nem lennénk akkora gémerek, akkor valószínűleg a személyi számítógép se terjed el úgy. És ami még nagyon fontos, a kommunikáció, ami egy elképesztő hatóereje az informatika terjedésének, és hihetetlen zsákutcákat is produkál. Itt van például egy vezetékes telefon, ami egyben ilyen e-mailező gép is. Tehát még ilyeneket is fejlesztettek, és ezek is láthatóak a múzeumokban.
nagyjából ezt az evolúciót szerettem volna bemutatni, és ne a kulpa, mert ez nem 30 perc volt, hanem 33. Köszönöm a figyelmet! Szerintem a későbbi kezdés miatt, ha valakinek van kérdés, az még beleférne, úgyhogy nyugodtan. Itt a legutolsóval kapcsolatban, és azzal a telefonos e-mail küldővel lehetett egyszerre e-mailt küldeni és telefonálni? Kettőt egy könnyebben. Mert nekem nagyon megmaradt a fejemben, azt mondtad, hogy föl ne vedd a telefon, mert éppen netezek. Tehát, hogy... Nagyon jó kérdés, szerintem nem, de... Valakinek esetleg még kérdése? Úgy látom, hogy akkor... Sikerült a lényeget megkapogatni. Ebben az esetben tartanánk egy rövid szünetet, szerintem egy 10-15 perc, akkor szerintem egy olyan 0-5-kor folytathatjuk.